A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 1973-at írtunk, létrejött az internet, az első nemzetközi kapcsolat egy londoni egyetemmel, bevezették a postai irányító számok használatát itt Székesfehérváron, tehát Magyarországon. Párizsban aláírták a vietnámi fegyverszüneti egyezményt. Miskolcon megrendezték a hazai beat mozgalom utolsó nagy popfesztiválját. Ráadásul Haraszti Miklós pedig a Darabbér című könyv megírásáért perbefogták. Többek között ez történt 73-ban, és hogy miért is citáltam ide önök elé? Azért, mert 1973-at írtunk, amikor Horváth Miklós Csaba megérkezett Székesfehérvárra. Rágyával tisztelettel köszöntelek. Itt most akkor megszólítjuk az önkormányzati képviselőt, de majd később, hanem a mérnökembert, aki megérkezett Fehérvárra, és azóta is idestova 50 éve. És hogy ez hogy jutott nekem eszembe, hát azt természetesen neked köszönhetem, hiszen az elmúlt héten köszöntöttük a Kossuth Lajos Általános Iskola énekzenei oktatásának fél évszázados évfordulóját, és az interjúban, amikor, mint a terület egyik önkormányzati képviselője megszólítatván mondtad, hogy ez kétszeres 50, mert hogy 50 éve jöttél meg te magad is. No, hát akkor kezdjük azzal, hogy amikor azt a fiatalt idézzük meg, aki sportoló volt. És ugye 1960-at írtunk, Szombathely és a haladás. Beszéljünk egy kicsit a sportról, hiszen az elválaszthatatlan a múltattól mindenképpen. Igen. Hát ha 1960-nal kezdjük, akkor én 15. évemet tapostam, akkor voltam első gépiparista, és a futball és a kosárlabda az a haladás nevéhez kötődött. Ma már hát több szakosztály is van, de a kosárlabda sajnos az átalakult. Ugye ma a Falkó viszi tovább a régi hagyományokat. De a lényeg az, hogy 1960-ban, amikor első gépiparista voltam, akkor hát én kézilabdáztam és fociztam is, tehát én a haladás serdülőbe Iszak Sanyékkal kezdtem el. Hát ez még a 50-es évek, 57-58, és utána pedig egyéb labdajátékok kezdtek érdekelni, kézilabdáztam általános iskola 8. osztályába, és a gépipariba is, és a haladás akkor NB1-es kosárcsapata volt, és meghirdették a sportiskolát, ez országos volt. Sajnos csak 3-4 évig működött így, de a lényeg az, hogy akkor nagy toborzások kezdődtek, és eljöttek oda a gépipariba is, és hát bekerültem azok közé, a pár kiválasztott közé, akikre azt mondták, hogy na akkor, ha van kedvetek, akkor gyertek. Tehát végsősorban elég később, mert 15 éves koromban kezdtek kosárlabdázni, és akkor hát a lényeg az, hogy 1973-ig abban a csapatban, és ugyanazzal a nevelőedzővel, Hajdinák Zolival játszottam. Igen, csak nagyon kevesen tudják, hogy Körmenden aranybetűkkel írják a ti neveteket, hiszen a Körmendi Kertészeti Egyetem kihelyezett tagozatára átkerült, hol Szombathelyi fiataloknak köszönhető, hogy egyáltalán van kosárlabda Körmenden. Ezt némi elégtétellel mondjuk, hiszen ti alapítottátok meg, és raktátok le az alapjait, ami máig él, mint tudjuk. Ez valóban így van. A 60-as évek közepén a Kristóf Laci tanár úr
aki előtte haladásban focizott, nagyon jó futballista volt. Ő nagyon szerette a kosárlabdát is, és elhatározta, hogy Körmenden, ott a főiskolának, amik felsőfokú technikum volt, létrehozza az alapokat, és akkor ott is megkezdődött oda is a toborzás, és a Wagner Szepi, aki játszott a haladásba, és többen a sportiskolából, hát már akkor kinőttük mi, akkor már Kőszegi Fáklyába, sőt a Szombathelyi Sportegyesületbe játszottunk, és akkor oda kerültünk Körmendre, és valóban voltunk 5-6-an szombathelyiek, akik már akkor megyeiben volt egy körmendi kosárcsapat is, de hát ugye szeretett volna feljutni NB3-ba, NB2-be, és ebbe segítettünk tulajdonképpen utána mi ott. Aztán utána visszakerültél a Szaváriába, de ugye vége lett az egyetemnek, és Székesfehérvár. Ez volt az a híres időpont, 50 esztendeje 1973. Mi hozott Székesfehérvárra benneteket? Hát a kosárlabdának köszönhetően a szerelem. Szerelem volt a kosárlabda is, meg a feleségem is szombathelyi, és egy 64. augusztus 20-a, sose felejtem el, az egyik barátomat fölvették, kosaras barátomat fölvették a tiszti iskolára, és az edzővel kikísértük a vasútállomásra. Előtte még délután elmentünk moziba. Délután 8-kor, vagy este 8-kor ment a vonat, és mink vártunk ott a mozi előtt Szombathelyen, akkor is beszélgettünk ott az edzővel, meg a Jani barátommal, és akkor két kislány egyszer csak biciklivel odavágódott, és akkor jöttek, hogy Elemér bácsi, mikor lesz edzés? Kiderült, hogy a haladás ifinek a leány csapatába edzettek, vagy játszottak, és akkor úgy, mert megkérdeztem az edzőt, hogy hát hogy hívják ezt a kislányt, annyit mondott, nem neked való, ne foglalkozz vele, és hát nem hagyott persze nyugodni a dolog, és ez volt augusztus 20-án, és végül is november 7-én sikerült találkoznom vele, akkor még azért más idők voltak, nem lehetett csak úgy leszólítgatni a leányokat. Első gimnazista volt, én meg akkor érettségiztem, akkor kerültem Körmendre. És a lényeg az, hogy november 7-én ezek ilyen érdekes dátumok, mint akkor sikerült egy gépipariból tartottak egy ösztáncot a lánygimi meg a fiú gépiparisták között, szombat délután, és akkor elmentünk, és ott volt ő is. A lényeg az, hogy 9 évi udvarlás után, ez volt 64-ben, és ugye 73-ig úgy jutunk el, hogy ő egyetemre került, én közben katona is voltam, Németországban is dolgoztam egy évig, de tartott ugye ez a kapcsolat, és ő 73-ban diplomázott, de ő nem szeretett volna hazajönni Szombathelyre, ő Pesten akart maradni. Én megmondom őszintén, már akkor sem szerettem Pestet, nekem jó állásom és lehetőségem volt Szombathelyen. És én nem akartam Pestre menni, térképről kinéztük Székesfehérvárt. Ő akkor a hűtőházhoz leszerződött, és akkor ő már augusztusban ide került, én meg novemberben végül is munkahelyemre akkor. Tehát ez teli, így kerültünk ide. Ez egy teli találat és volt. És ez, mondom, a kosárlabdának köszönhető ez az ismeretség. És utána még az építőkben játszottál, aztán jött a Geo. Az építőkben nem sokáig voltam, mert amikor ide kerültünk következő évben, tehát 74-ben született a Szabolcs fiunk, veszélyeztetett terhes lett a Zsuzsa, és miután senki különösebb ismerés a kosarasokon kívül nem volt se rokon, se senki, mindenki ugye vazsi,
És így nem tudtam a napi edzéseket, akkor már kezdődött, hogy naponta edzések voltak, volt, amikor kettő is, ezt bevállalni, úgyhogy egy pár hónapig, és akkor, mert áprilisban már kórházba került nejem, májusban született a gyerek, és így utána elmentem a Geóba, illetve hívtak Hegedűs Gyuriék. Ja, legendás korosztály volt a tiétek, annyi igen, szent. Igen. Mindenképpen. A rendszerváltás az egy fontos időpont mindenütt. De én azt gondolom, hogy az is fontos számodra, hogy mikor döntöttél úgy, hogy immáron ízigvérig fehérváriként megmérettetsz. Hiszen ez 1994-ben volt, de nyilván már a 90-es években is fontos szerepet játszottál Fehérvár sport életében, és hogy lett az nyilvánvaló, hogy neked a képviselőtestületben a helyet, hogy megmérettetsz, hiszen ennek idestova 30 esztendeje? Őszintén szóval nincs köze a sporthoz. Ehhez én nem szerettem a politikát, ma se szeretem. Tulajdonképpen én nem voltam egy pártnak sem a tagja. Én az, hogy szóba került ez a közéleti szereplési lehetőség, én két munkahelyem volt Székesfehérváron, az egyik a vízügyi igazgatóság, ahol 1973-ba kerültem, és 79-től 78-tól pedig a hobbi kerteseknek, kertművelő, kertészeti szakcsoport, sok mindenek hívták, egyesületének lettem az elnöke. Ugye van 1500 ilyen hobbi kert, az több ezer embert jelent, és rendszerváltáshoz kötődik tulajdonképpen az a politikai részbe, politikai szerepvállalás is, mégpedig azért, mert ezek a hobbi kertek, ezek mind önkormányzati tulajdonban voltak, de bérleményként ugye már a 70-es évek közepén a pártbizottság és az akkori tanács javaslatára azoknak a dolgozóknak, akik igényelték, biztosítottak ilyen hobbi kertes lehetőséget. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy a 60-as, 70-es években a TS szervezések a 60-as időszaka, nagyon sokan az iparosítás miatt is, meg a TS-esítés miatt is a vidékről beköltöztek városokba, és így lett Fehérvár is tulajdonképpen a 60-70 ezer lakosból 120 ezres nagyváros, többek között olyanoknak köszönhetően is, mint én, hogy sokan gyűjtmentként ide kerültünk. Ugye én szeretem nagyon Szombathelyt a mai napig, de Fehérvárra mindig úgy tekintettem, amikor jöttünk ide kosarazni, hogy ez valóban egy történelmi főváros. Tehát, és mindig tehát büszke volt az ember, hogy itt van Szent István városába jöhet. Nem ismertem különösebben Fehérvár, csak a kosarasokat. Én a Jákiig jutottunk el a vasútállomástól, ugye ott volt, mert ott voltak a mérkőzések. De azért tudtam, hogy hol van a bazilika. Tehát a lényeg az, hogy tudtuk Szombathelyen is, hogy mit jelent Fehérvárinak lenni. És valóban ma, amellett, hogy büszke vagyok arra, hogy vazsi is vagyok, de azért arra még jobban, hogy Székesfehérvár itt nőtt fel. Egy mindenki. Nagyon fontos dolog, mielőtt természetesen folytatjuk a sportbizottságnál, meg az összes városfejlesztésénél, stb., tehát a képviselői szerepvállalásodnál, de hogy találtatok otthonra Öreghegyen? Hiszen ez egy fontos pillanat. Hogy ott tartottunk, 74-ben megszületett az első gyermek, 76-ban a második, ugye vízügynél dolgoztam, és akkor lehetett szövetkezeti lakást igényelni. 4 vagy 5 évig, 85-ben költöztünk Öreghegyen, 81-ben vettünk telket, 4-en összeálltunk ilyen társasházba, és építettünk, addig a Gáz utca 9. emeleten laktunk, a 76-tól akkor 84-ig, úgyhogy, és utána kerültünk ki
Szepesi utcában, ott építkeztünk szinte kalákaszerűen, és hát azóta is ott vagyunk, és az, hogy folytatódott a dolog, akkor azért azt mondanám, igen, hogy a hobbi kerteknél tartottunk, és a bérleményeknél. A 90-es évek első felében lehetővé vált, ugye mindent privatizálni lehetett, meg hozzá lehetett jutni azokhoz a tulajdonokhoz, amik előtt a bérlemények voltak. Tehát felvetődött a lehetőség, hogy az önkormányzattól esetleg meg lehet vásárolni ezeket a több mint 1500 hobbi kertet. És akkor hát sokkal le akartak beszélni róla, többek között az akkori polgármester Bajsai Pista barátom is, akit ugye még a kosárlabdában már korábbról is ismerte. De a lényeg az, hogy úgy döntöttem én is, meg a vezetőség is, az elnökség, hogyha lehet, akkor tudják megszerezni a tulajdonjogot is a bérlők. Na, ebben volt egy majdnem egy évig húzódó vita, és tulajdonképpen akkor lettem úgy ismert, hogy harcoltam azért, hogy a bérlők meg tudják venni a tulajdonjogokat. Elég nehézkes volt az egész dolog. A végén azért sikerült meggyőzni az önkormányzatot. Én többször voltam abban, akkor is még nem voltam képviselő, de bent többször tárgyalták a kérésünket, és akkor részt vettem ilyen közgyűléseken, és akkor láttam, hogy működnek a dolgok, és miután sikerült végül is megegyezni több mindenki segítségével, többek közt a mostani miniszterelnök úr segítségével is, a lényeg az, hogy ismert lettem. Tehát nem csak a sportból ismertek, hanem így, hogy segítettem, és hálásak voltak tényleg az emberek. Megtehettem volna azt is, hogy egy páran összeállunk, és kvázi lenyújjuk ezt az egész dolgot. De a mai napig örülök neki, hogy nem így döntöttünk. Így van. Tehát 1994-et írtunk egyéniben, egészen 2002-ig egyéniben, aztán azóta is természetesen, mint ahogy most is így van. És nagyon fontos számunkra az Öreghegy, hiszen tudjuk, hogy az infrastruktúra, a csapadékvíz, az árokrendszer és az összes többi eléggé elhanyagolt volt azelőtt. Mennyi időt, és én azt gondolom, hogy nagy odafigyelést kívánt az, hogy ez a helyzet változzék, hogy olyan legyen egy kicsit, mint ma, hogy valódi otthont nyújtson az odaköltözőknek, hiszen meg annyi új ház épült az elmúlt időszakban. Ugye teljesen más problémák voltak akkor. Ugye minden fehérvári tudja, hogy ugye háború előtt elég ritkán lakott része volt a Szőlőhegy, az Öreghegy Székesfehérvárnak, és miután lehetővé vált az, hogy oda lakóépületeket is lehet húzni, akkor elkezdtek ott építkezni. Igen ám, de arra nem gondoltak sajnos, hogy az útrendszert is ki kellene alakítani. És ezért van az, hogy Öreghegy Szőlőhegy volt, tehát dűlőutak voltak mindenhol. Ugye a legnagyobb probléma a 90-es évek elején, közepén ugye az volt, hogyha utat akartunk nyitani, akkor szélesíteni kellett volna, hogy megfeleljenek építési jogszabályoknak, előírásoknak és a feltételeknek. Hát a 4 méteres dűlőutakból 9 vagy 12 méter széles utakat kellett volna kialakítani. Na most ez nagy ellenállásba ütközött természetesen, és ebben az időben már nem lehetett azt csinálni, amit korábban meg lehetett volna, hogy egy rendelettel, önkormányzati vagy tanácsi rendelettel ki lehetett volna sajátítani ezeket a területeket. Ugye ezt akkor már nem lehetett, és
jó pár éven betelett nekem is, és az önkormányzat akkori polgármesterének, Nagy Pistának is, meg a következőknek is, hogy meg tudjuk győzni az embereket arról, hogy szükséges a jövőre való tekintettel, hogy legalább 7,5 méter széles utak legyenek. Na most ez kompromisszumként ezt elfogadták, persze ez mondom jó pár éve beletelett, és akkor kialakultak ezek a lehetőségek. Akkor kiderült az, hogy nagy szőlőbirtokok is voltak itt, meg nagyon nagy telkek voltak. Akkor az idősebbek kihalásával a fiatalok már nem akartak szőlőt művelni. Jött az a probléma, amit mindannyian ismerünk ma már, hogy nem vitték tovább tulajdonképpen az ősöknek a szőlőművelés iránti szeretetét sem, és jó pénzért természetesen eladták, és föl lehetett osztani ezeket a telkeket, és ma ott tartunk, hogy illetve jól indult ez az egész, de ahogy említetted, ma már mindenhol építkeznek. És ugye szerencsére egy 2-3 évvel ezelőtt sikerült megállítani azt, hogy hatosnál nagyobb társasházakat lehessen építeni, de közben ugye nem azt mondom, hogy mindenkinek, de általában Öreghegyen, hogyha megnézzük, hogy egy családban hány autó van, bizony minimum kettő van, ahol három is van, és tulajdonképpen a közlekedés miatt, tehát a forgalom miatt is nehéz. Azon kívül mindenki szeret az utcán parkolni, vagy sokan szeretnek az utcán parkolni. Az új telkek kialakításánál nem gondolnak arra, hogy a saját telkükön belül kellene kialakítani, tisztelet a kivételnek természetesen, de ilyen problémák vannak, és mivel Girbegurba utcák, a busz közlekedés is elég nehéz kialakítani. De hála Isten, a tervek megvannak, az elképzelések, hogy hogyan csináljuk majd tovább a közösségi közlekedés fejlesztést, de a lényeg az, hogy nem tudunk addig lépni, tehát itt a lakókkal közösen kell majd gondolkodni abba, hogy meddig tudunk elmenni egyelőre, azon kívül, hogy pillanatnyilag az ismert körülmények miatt ugye a közúthálózat fejlesztések fel vannak függesztve. 24-től tudjuk folytatni, idén azért a tervek meg minden megy, de a lényeg az, hogy a célunk az, hogy a lakó és pihenő övezetnek levezett Öreghegyen valóban lakó és pihenő övezet alakuljon ki, és ne legyen egy kisváros a nagyvárosban. Így van, ez jó úton jártok mindenképpen, viszont ha már szőlő szóba került, akkor arról is szó kell, hogy essék a Novajhegyi Szent István Borlovagrend alapító tagjaként. Azt hiszem, hogy ez is egy fontos, hiszen az öreghegyi szőlőknek legalábbis a múltja, és ilyen értelemben a jelenje is biztosítva van. Mint ahogy fontos volt számunkra, hogy a Bori Jenő és Bori Jenőné emlékérmet átvehetted, mert azt hiszem, hogy Székesfehérvár abban az értelemben, ahogy mondtad, hogy Székesfehérvár egy különleges város volt akkor is, amikor te megérkeztél, és ehhez a turizmus nagyon fontos része, és a Borivár pedig nem különben. Tehát én azt hiszem, hogy önkormányzati képviselőként nagyon sokat tettél azért, hogy ez a térség olyan szintet képviseljen, ami elvárható itt Székesfehérváron. És ezt én minden választópolgár, és minden Székesfehérvár, és minden ide látogató nevében köszönöm szépen. Egy kérdés maradt a végére, mit kívánhatnék neked mindannyit nevében? Hát, nem is tudom. Tehát, hogy én két embernek szeretném megköszönni, egyik már, nem, aki sokat segített nekem abban, hogy tudjak segíteni az embereknek. Tehát
az egyik a Grósz Ervin atya, a másik a Bobori Zoli. Tehát ők mind a ketten, legalábbis a Zoli, ugye ő tőzsgyökeres székesfehérvári, sokat segített nekem annak idején. És az, hogy mit szeretnék még, hát addig, amíg az erőm engedi, továbbra is szeretnék segíteni. Tehát én a képviselőséget úgy nem tudom elképzelni, hogy szerfizésből áll. Tehát megmondom őszintén, nem szeretem a közszereplést se nagyon. Tehát én szeretek dolgozni a közért, de úgy, hogy szeretek inkább a háttérbe maradni. Persze nem vagyok álszerény sem, viszont amíg erőm engedi, én továbbra is szeretnék segíteni az öreghegyieknek, Székesfehérvárnak, és mindenkinek, aki igényli a segítségemet és rászorul. Köszönjük. Köszönjük szépen, történjék így. Mi pedig köszönjük ezt az 50 évet, és a következő pedig most kezdődik, és azokat az éveket, amiket még együtt tölthetünk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Horváth Miklós Csaba volt. A beszélgetésünk apropója pedig, hogy kereken fél évszázada érkezett meg Székesfehérvárra, és azóta is itt van körünkben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.